Jó napot kívánok! Ezúttal gyümölcsfákról, gyümölcskertészetről szeretnék önöknek beszélni. Ez a cseresznyefa már másodszor száradt ki. Itt volt neki az eredeti hajtása, és aztán az elszáradt, de hajtott. Itt tulajdonképpen két új hajtást is hozott, és akkor ez a hajtás, hát egy ilyen körülbelül két év növekedés után szintén elszáradt. És azért ástuk most ki ezt a fát, hogy utána eredjünk annak, hogy hát de vajon miért is szárad ki ez a fa? Hát ugye a gyökérzet az mindig nagyon beszédes, több szempontból is, mert hogyha valaki elmegy egy olyan helyre, ahol fákat lehet venni, akkor nyilván leggyakrabban olyan fát fog venni, amelyik fának nincs főgyökere. Tehát ennél a fánál is azt látjuk, hogy a főgyökere hiányzik, holott a cseresznyének a eredetileg, ugye a diófának, a mandulának és a cseresznyefának mélyre hatoló, tehát ez azt jelenti, hogy 5-7 méter mélyre hatoló főgyökér rendszere van. Normálisan egy gyökérnek, hogyha az a fa ivarosan szaporodott, tehát magról szaporodott, akkor lesz egy főgyökere, egy úgynevezett karógyökere. Ennél a három fánál ez ilyen nagyon-nagyon mélyre megy, hiszen a sudár is magasra nő. A többi fánál annál 1-3 méter mélyre megy körülbelül, mármint gyümölcsfákról beszélek, a főgyökér. És akkor erről a főgyökérről ágaznak el a másodrendű, harmadrendű mellékgyökerek. Ezeken a mellékgyökereken, ezt most már itt ennél a elszáradt gyökérnél nem tudom megmutatni, ugye vannak rajta a hajszálgyökerek, és még a gyökér süvegnek a közelébe ott vannak a gyökér szőrök, amik nagyon rövid, 1-2 nap életűek, és ezek azok, akik a talajból végül is felveszik a táplálékot. Nem egyedül, mert mások is segítenek ebbe, de normálisan így néz ki egy szerkezete a gyökérnek. Na most, ahogy látjuk, ennek a fának nincs főgyökérrendszere. Ezek a gyökerek, amiket itt látunk, ezek közül csak kevés próbált meg oldalirányba menni, mert hogy hát szegény próbálta a főgyökeret helyettesíteni, és ezért ezek a gyökerek elkezdtek lefelé hatolni. Mutatnék egy másik fát is, amit kiástunk szintén, ezt tavasszal ástuk ki, mert ugyancsak elpusztult, és hát ezért is izgalmas az, hogy tényleg utána eredjünk annak, hogy mi is ennek az oka. Ez egy őszi barackfa lenne, és hát feltűnő, ugye, hogy ennek sincs főgyökere. Na most az emberekben nem tudom, honnan származik az a kép, amikor azt oltják beléjük, hogy egy fa az úgy néz ki fent, mint lent, tehát hogy szimmetrikus, és annyi lombtömege van, mint amennyi gyökértömege van. Ez nem igaz. A gyökér az lényegesen fejlettebb a lombtömegnél. Másfélszerese, akár háromszorosa is lehet a itt lévő ágak tömegének. Tehát ugye egyik fánál sem ezt látjuk, mert végül is úgy kivenni nem sikerül egy ilyen elszáradt fát, hogy a gyökerek ne törnének le. Viszont mind a két fa arról árulkodik, hogy valamilyen oknál fogva nincs főgyökere, tehát ez pedig visszautal a szaporítási módjára, tehát ezeket a fákat vegetatív úton szaporították, vagyis bújtatták őket, vagy hajtásról gyökeresztették, és ezért nem lett nekik, ilyenkor nem tud lenni, ugye, hogyha így szaporítjuk a fákat, nem tud nekik lenni főgyökerek. Ugye miért nem szaporítjuk a fákat magról? Hát magról azért nem szaporítjuk a fákat, mert kevés esély lenne, hogy ugyanazt a ízt, fajtát, tehát ugyanazt a genetikát visszakapnánk egy magról szaporított fáról, hiszen a fáknak egy jelentős része önmeddő. Tehát az almafa, a körtefa, a diófa, a mogyorófa, a szelídgesztenyefa és a bogyósok közül, épp itt van előttem, ugye a fekete ribizli, ezek mind önmeddők. Az, aki öntermékenyülő, az pedig éppen a bogyósok, tehát akit nem soroltam fel, azok a bogyósok öntermékenyülők, és a nemesítők egyre inkább arra törekednek, hogy olyan fajtákat állítsanak elő, amelyek öntermékenyülők, így aztán a szilva, a kajszi, a cseresznye, a meggy és
akiket még nem soroltam fel, ugye azok között fajta válogatja, hogy önmeddő vagy öntermékenyülő. És tekintettel arra, hogyha mondjuk egy almafa vagy egy körtefa az önmeddő, tehát őt mindig egy másik almafa vagy körtefa termékenyíti meg, és hát ennek nyilván az a következménye, hogy nem azt a fajtát, nem azt az ízvilágot fogjuk visszakapni, és ettől félünk, és ezért nem szeretjük a magról való ültetést. Holott, és most térnék vissza magához a gyökérrendszerhez, tehát nem véletlen az, hogy természetes körülmények között ugye ez a főgyökér rendszer alakult ki, hiszen a fának stabilitásra van szüksége. Tehát a főgyökérnek a szerepe a fát stabil helyzetbe hozni és tartani. Ugye később, amikor a fa öregszik, a főgyökér egyre inkább alárendelt szerepet játszik, viszont ugye azért nem szeretik a főgyökérrendszert, mert hogyha a fánk el van foglalva azzal, hogy ezt a gyökérrendszert fejleszti, akkor nyilvánvaló későbben fog nekünk termést hozni. És hát ugye most mi mindig ilyen manapság ilyen sürgetett állapotban vagyunk, tehát minden kell lehetőleg azonnal. Tehát elültetünk egy fát, akkor azt várjuk tőle, hogy a hónap teremjen. Egyébként ugyanez az oka annak, hogy ugye a magas törzsű fák azok, hogy mondjam, háttérbe szorultak, mert hát sokkal kényelmesebb ilyen alacsonyra, csak körbejárom a fát és leszedjem. Ugye, és ráadásul egy hosszú törzsű, tehát másfél méternél magasabb törzsű fa, ugyancsak minél magasabb a törzs, annál későbben fog termést hozni. Tehát ilyen megfontolások miatt végül is ugye egy torzót hozunk létre. A múlcsos kertemből sikerült kihúznom egy magrókelt diófát, és nagyon szépen lehet látni, hogy ennek a fának megvan a főgyökere, megvannak a első, másod, harmadrendű mellékgyökerei, és azt is jól lehet látni, hogy ott vannak rajta a hajszálgyökerek. Hát azt már nem ígérem, hogy a gyökérszőröket is látjuk rajta. Ez a normális gyökérzete egy fának, amit azért nem szeretnek a gyümölcskertészek, mert hogy ha így ültetik el a diófát, akkor természetesen olyan 8-10 éves korába fog majd először termést adni, és hát ez nekünk nem igazán megfelelő. Ennek a fának bizony hiányzik az, hogy ez a stabil helyzet nem tud megvalósulni emiatt a korcs gyökérzet miatt. Csak hogy tiszta legyen az, hogy miért is kell ezt a fát stabil helyzetbe hozni, és miért kell a fának szépen, egyenesen, szimmetrikus sudárral állnia. Ennek ugye az az oka, hogyha mindenféle abnormális hajlások jönnek létre, aszimmetriák jönnek létre, tehát gondoljuk el, hogy egy fát, különösen egy nagy fát, micsoda hihetetlen energiával ostromol a szél, és hát ennek a fának valahogy egybe kell maradnia. Viszont ugye ő ezt úgy tudja megtenni, hogyha ezeket az erőket, amik ráhatnak, ezeket egyenletesen szétvezeti a testébe, levezeti a gyökérbe, és csillapítja, tehát egyenletesen szét tudja osztani ezeket az erőket a testébe. Hogyha nem ilyen a konstrukciója, akkor viszont először mikrorepedések jönnek létre a fába, és hát innentől kezdve persze a fa el lesz foglalva azzal, hogy végül is a saját testét állandóan regenerálnia kell. Azokat a hibákat, amelyek emiatt keletkeznek benne, ezeket a hibákat fogják kihasználni azok az élőlények, azok a szervezetek, akiket hát mi kártevőnek nevezünk, de hát ugye végül is látni kellene, hogy ezeknek a úgynevezett kártétel azért fog bekövetkezni, mert mi magunk a rövidtávú haszonszerzés érdekében előállítunk egy olyan konstrukciót, ami nem alkalmas az önvédelemre. Na most szeretnék visszatérni az ennél sokkal izgalmasabb részekre. Tehát ugye, ha elmegyünk arra a helyre, ahol fát kapunk, akkor mindig azt fogjuk látni, hogy a gyökerek azok így néznek ki, tehát vissza vannak kurtítva, és a gyökérnek a végei, a süvege, az
hiányzik. Tehát most miért csinálják ezt a kertészetben? Nem örömükbe, meg jó dolgukba, hanem egész egyszerűen van egy olyan szempont, hogy azt a fát el kell tudni vinni onnan. Most, hogyha gyökér visszamedzés nem történne meg, akkor nyilvánvaló, hogy olyan gyökértömeggel kéne elvinni a fát, hogy hát teherautóval kéne oda menni körülbelül. Na most, ha a gyökértömeget szűkítjük minden évben, a lombtömeget is arányaiba ehhez hozzá kell igazítani. Tehát arra mindenkit szeretnék emlékeztetni, ugye, hogy ez egy torzó, mert itt a gyökértömegnek legalább kétszeresének vagy másfélszeresének kellene lennie az ágtömeghez képest. Miért probléma az, hogy ezeket a gyökérvégeket elvágjuk? Azért probléma, mert a fának az agya, mert neki is van agya, csak nem egy, hanem nagyon sok, és hát hogyha az agyat úgy értelmezzük, hogy az a környezetet analizálja, ugye, és biztosítja, irányítja a környezethez való alkalmazkodást, akkor ilyen értelemben a fának a gyökér végén lévő gyökérsüvegek az agynak a szerepét töltik be. Ráadásul, bár nem hinnénk, de sokkal differenciáltabb feladata van egy fának, mint az emberi agynak. Tudnélik, ugye mi ötféleképpen érzékelünk, ellenben jelenlegi ismereteink szerint egy növény az 20 féle módon tudja érzékelni a környezetét. És ez a különbség, ez nyilván azért van, mert ő egy helyben áll, hogyha ott őt valami éri, ő onnan nem tud elmenni. Tehát elpusztul, vagy sikeresen él, ez a két opciója van, de elszaladni onnan nem tud. Ugye nekünk valami kellemetlen, akkor mi érzékeljük ezt, és akkor fogjuk, odébb megyünk. Most tehát a fának nagyon jól kell tudni választani, nagyon jól meg kell tudni választani azt a helyet, ahol ő élni fog. És ebben nyújt segítséget ez a differenciált érzékelés, és ugye ez az érzékszerv, amelyik minden egyes ugye agy, amelyik minden egyes gyökérsüvegben ott van. Na most, amikor mi hazavisszük majd a fát, és ugye látjuk, hogy vissza van száradva a gyökérvég, mert hiszen mindig, amikor visszavágjuk, akkor ez elkezd visszaszáradni, és egyébként a korhasztó gombák munkába is veszik, tehát a gyökér szárad vissza, és akkor ugye azt az instrukciót kapjuk, hogy hát egy metszőolóval vágjuk vissza ezt a leszáradt részt, az élő részig, és majd ösztönözzük a fát arra, hogy ott egy újabb gyökérkezdemény jöjjön létre. Viszont mit tettünk akkor, amikor ezt visszavágtuk? Ugye agyatlanítottuk a fát. És azt várjuk ettől a fától, hogy amikor elültessük, akkor majd egy szép, egészséges, gyümölcsöt termő fánk legyen, ami egyébként ellenáll a betegségeknek és hasonlók. Na de hát ez lehetetlen, és gondoljuk el, hogy ugye beszélek erről a feladatról, ami a fára vár, amikor az behelyezik abba a gödörbe. Hát neki pontosan tudni kell azt, hogy hol van abba a talajba laza réteg, hol van abba nedvesség, túl sok, túl kevés, aztán neki minden élőlényt ismernie kell. Tehát tudnia kell azt, hogy kik azok a baktériumok, kik azok a gombák, akikkel ő együtt tud élni majd szimbiózisba, de azt is tudnia kell, hogy kik azok, akiket neki el kell kerülnie. Tehát azt tudom mondani, hogy nem egy, hanem néhány lexikon kell, hogy egy fának a fejébe legyen, ahhoz, hogy megfelelő módon el tudja magát helyezni, hova vezesse a gyökér rendszerét. És hát ettől a képességtől fosszuk meg gyakorlatilag. Tehát magyarul mondva egy nagyon rossz kezdet, amikor egy ilyen helyéről kivett, gyökerében megcsonkított fát elültetünk valahova. És hát ez a kezdet, mert a folytatás sem különb. Tudnélik, amikor ezt a fát elültettük, ha ősszel ültettük, akkor ugye nem volt feladatunk, de majd tavasszal utána kell igazítani az ágakat, az ágtömeget gyakorlatilag, tehát magát a lombtömeget, a sudárt a gyökérhez, ugye, hogy ezek arányaiban egymásnak megfeleljenek. Ilyenkor fogjuk megmetszeni a fát legelőször, és hát utána pedig a tanítás szerint a fát mindig szépen metszeni fogjuk annak érdekében, hogy a fa az egy olyan szellős, jól benapozott, levegőtől átjárt, optimális mennyiségű termést hozó valaki legyen. Ezért aztán metszük a fákat,
valamit jobban, s valamit kevésbé, és ennek pedig az az eredménye, hogy amikor majd mi metszük a fát, akkor ezt pedig hát nem látjuk mi, mert nem látunk a föld alá, akkor a gyökeret is ugyanilyen mértékben megkárosítjuk. Ugye hát miért is? Azért, mert ez a fotoszintetizáló felület arányos a gyökérrel olyan szempontból, ugye, hogy ő az, aki gyártja a fotoszintetikus termékeket, és ezt a háncson keresztül lejuttatja a gyökérbe. A gyökér részint tárolja, ugye részint felhasználja ezeket a tápanyagokat, részint leadja a gyökér felszínén, az úgynevezett rizoszférába, azért, hogy ugye másoknak is juttasson ebből a tápanyagból. Na most, hogyha én itt leszedem a fotoszintetikus felületet, akkor értelemszerűen ennyivel kevesebb fog tudni jönni a gyökérbe, tehát törvényszerű az, hogy a gyökér visszaszárad. Ott már nincs metszióolló, tehát ott a visszaszáradó gyökérrészeket menthetetlenül a korrasztógombák veszik kezelésbe, és ez ugye most már megint még több és újabb feladatot ad a fának. Egyrészt csináltunk egy rossz szerkezetet neki, egy gyökérszerkezetet, nem tudja magát kiegyensúlyozni, létrejönnek ezek a szerkezeti hibák, mikrorepedések, annak következtében ugye a fa gyengül, és jönnek ezek a bizonyos kártevő szervezetek, plusz minden évben leszedjük a fotoszintetikus felületet, és megkárosítjuk a gyökért. És akkor itt vagy fa, éljél, teremj nekem, de még ráadásul maradj is egészséges. Tehát a fát azt természetesen tudjuk ösztönözni ezekkel a kertészeti módszerekkel, de azt nem tudjuk megtenni, hogy a fának az egészsége és az ennek következtében az önvédelme megmaradjon. Na most visszatérve erre a cseresznyefára is, vagy akár erre az őszi baraszkfára, az, hogy ez itt elhalt, annak az oka az, hogy ez a terület, ahol éppen itt vagyunk, és lehet látni, hogy vannak még itt más kiszáradásra váró paciensek is, tehát ez a talaj levegőtlen tömörödött, és egy picit talán azért lehet látni itt, hogy egy sokkal lazább dolgot tudtunk kiszedni az ásó villával, mert itt már ez régóta mulcsolva van ez a terület, és ugye fellazult egy kicsit az altalaj, de nem annyira, hogy mondjuk egy cseresznyefa egy ilyen tömörödött levegőtlen talajba meg tudjon maradni. Egyébként pontosan a cseresznyefa az, aki szinte a legérzékenyebb a talajnak a levegő ellátottságára. Nem érdemes ezzel a fával foglalkozni, a tömörödött a talaj. Oda nem érdemes ültetni. Tehát itt most azt látjuk, hogy olyan helyre lettek ezek a fák elültetve, amely nem az ő ökológiai igényüknek megfelelő. De hát ha már itt vannak, akkor próbáljunk rajtuk segíteni, hogy esetleg ez a többi fa majd ne járjon úgy, mint ahogy ezek. Nézzük meg, hogy tudunk-e valamilyen úton, módon rajtuk segíteni. De jöttünk ehhez az őszi baraszkfához, ő is a haldoklók közé tartozik. Megpróbálunk valamilyen módon segíteni rajta. A természetben senki nincs egyedül. De hát mi sem vagyunk egyedül, mert hogy van bennünk 2,5 kg baktérium a belünkben, meg a bőrünkön, és egy napot nem élnénk nélkülük. Na most ugyanez van a természetben, hogyha kimegyünk az erdőbe, akkor azt fogjuk látni, hogy különböző fák állnak egymás mellett, beelegyedik más-más faj, és aljnövényzete van, cserjék vannak, van a lombkoronaszintbe ugye egy meghatározó lombkoronaszint, és alatt egy alacsonyabb lombkoronaszint, aztán a cserjeszint, és akkor a talaj felszínén látjuk a lágyszárvakat, a fűféléket együttesen. Tehát ugye van egy társaság együtt. Nyilván nem véletlenül alakult ki az a társaság, amikor azt mondjuk valakire, hogy egy növénytársulás alkot, mert hogy hát azok így együtt az evolúció során kialakították ezeket az előnyöket nyilván, hogy kivel, ki, milyen módon tud együtt élni. Viszont amikor mi elültetünk egy fát, akkor ettől a társaságtól megfosztjuk, behelyezzük ugye egy kertnek a közelébe. Hát a gyepszintben persze vannak valakik amúgy, de ugye, hogy ez a teljes kép, amire a fának szüksége lenne,
ez bizonyára nincs. Na most két dolgot fogunk ezzel a fával tenni, hogy segítsünk neki. Az egyik az, hogy most éppen egy ilyen ásóvillás lazítás folyik. Nem szabad, hogy a rögöknek a megfordítását jelentse, tehát itt arról van szó, hogy meglevegőztetjük a talajt egy kicsit, meglazítjuk, mert ő nagyon tömörödött volt. Egyébként hadd mondjam el, hogy minden fának az a halála, amikor így szépen körbe taposgatják, ugye, mert tapossuk, mert oda járunk metszeni, tapossuk, mert oda járunk leszedni a gyümölcseit, és hát ha tapossuk, akkor nyilván lazítást is kellene, hogy kapjon a fa. Tehát mindenképpen lazítani kell a fának a környékét, viszont nagyon érdekes, hogy mi az a távolság, amit egy ilyen beavatkozást meg kell tennünk. Tehát, hogyha visszaemlékezünk itt az előző fákra, akkor azért láttuk, hogy a fának nem itt vannak azok a gyökerei, tehát közel a fának a tönkéhez, amelyek felveszik a tápanyagot, hanem ez így a másod és harmadrangú gyökerek, azok 60 centi, tehát a felszín és a 60 centi közötti talajrétegben mennek oldalsó irányba, és innen próbálják felvenni a tápanyagokat. És hogyha még arra is visszaemlékeznek, hogy a fának a gyökértömege az nagyobb, tehát másfélszer-háromszor nagyobb, mint magának a sudárnak a tömege, ezért értelemszerűen a gyökerek azok túlnyúlnak az úgynevezett csurgón. Tehát ugye a fának, a sudarának a széle, az a csurgó, a fa lombkoronának a vetülete, tehát ezen túlmennek a gyökerek. Most, hogyha valaki a fának a tövét öntözgeti tápanyaggal, vagy mulcsolja, vagy trágyázza, mert ilyet is szoktak tenni, amit egyébként nem kellene, hogy tegyenek. Ugye nem azon a részen tápláljuk a fát, vagy nem azon a részen segítjük a fát, ahol ott az érdembeli gyökértevékenységet folytat. Csak egy dologra, csak egy gondolat elég térjek vissza erre, a trágyázzuk a fát, vagy nem. Tehát ugye a túl kevés és a túl sok között nincs különbség. Tehát valaki panaszkodik, hogy nem terem a fája jól, csak növekszik, de termés nem hoz, és akkor kiderül, hogy persze, mert nagyon trágyázta. Annyira van szüksége, amennyire szüksége van, se többre, se kevesebbre nincs. Tehát nem teszünk jót azzal, hogyha állandóan, túlzottan ugye tápanyagot adunk a fának. Viszont, hogyha ennek a tápanyagnak a bejutását a gyökérzethez időzítjük, akkor járunk el helyesen, tehát ez pedig a mulcsolást jelenti a fa körül. De hogyha a fa körül mulcsot alakítunk ki, akkor azt ne a fa törzsre hordjuk fel, és ne oda koncentráljuk, hanem erre a perifériára. No, tehát meglazítottuk jelen pillanatban a talajt, és azt szeretnénk, hogyha ezek az oldalirányba fejlődő gyökerek, ezek jobb körülmények közé jutnának. Ezért most hoztunk ide komposztot a melegházunkból, és ezt kirakjuk a tövére. Ugye ennek a szerepe az lesz, hogy hát egyrészt majd az ő társait szeretnénk valami jó talajjal megtisztelni, másrészt pedig hát azt várjuk, hogy majd ezek a gyökerek természetük ellenére birtokba veszik ezt a jobb talajt, ezt a szellősebb, lazább, ugye a komposztnak ez a tulajdonsága. És akkor ezt a bizonyos társaságot komponálnánk most meg a fánál. Azt szeretném önöknek mondani, hogy sajnos minden egyes fa más-más társaságot kíván, bár vannak általános szabályok, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkező fajokat kell betársítani, de ennek ellenére minden fának az egyedi tulajdonságait és ökológiai igényét figyelembe kell venni. Tehát én most egy olyan társulást fogok összeállítani, amelyet egy őszi barackfa alá illik tenni. De az almának, a körtének, a diónak és mindenkinek különböző társaság illik. Nézzük meg, hogy kiket hoztam társnak. Tehát az első növény, aki a kezembe akadt, az a fekete nadájtő. Hát azon túl, hogy a fekete nadájtő kenőcsöt mindenki ismeri, ugye forrasztó fűnek is hívta a nép a törések forrasztására szolgált, tehát itt egyáltalán nem ez a cél. A fekete nadájtő
egy olyan növény, ami nagyon sok tápanyagot akkumulál magába, többek között a levelében is, így például a káliumot, magnéziumot, kalciumot, és ezért ő egy kiváló társnövény, nem csak itt a fa alatt, hanem a kertünkben is, ahogy már a mulcsos kertemben ezt korábban láthatták, és az ő levele az egy nagyon jó mulcsnak való anyag is egyben. Ugye különösen kiemelném a szerepét a kálium akkumulálásba, és a visszakorhadó levelek ugye leadják ezt az akkumulált káliumot, a kálium pedig a fánál majd a virágnak, a termésnek a kötődését fogja elősegíteni. A következő növény, aki a kezembe akad, nem is egyedül, ő a snidling. Ő a snidling. Az ő szerepe, mint általában a hagymaféléknek, hogy ezek olyan fitoncidokat termelnek, amelyek taszítólag vagy riasztólag hatnak olyan szervezetekre, akiket nem feltétlenül szeretnénk látni a fánknak a közelébe. És hogyha már az ilyen növényeknél járunk, ültessünk még ide más hagymaféléket is. Ez egy póréhagymának az idei virága, és akkor hát egyszerű dolgunk van ennek az ültetésében, ezt még én is meg tudom csinálni. Kicsit szárazabb lenne, akkor könnyebb lenne szétszórni, de ez ennyi. És akkor még hoztam fokhagymát. Ennek nagyon fontos szerepe van, egyrészt mint repellens, tehát mint riasztó hatással bíró szervezet. Ugyanakkor ugye ő kenet juttat a környezetbe, és ezzel például a levéltetveket is valamilyen módon igyekszik távol tartani. Tehát őt is csak így szétdobálom a felszínen, ezeket, amiket most leszedtem, ezek voltak a sarjhagymái, és hát elültethetjük még magát a gerezdeket is. Hát ezt csak így mellékesen jegyzem meg, hogy ha a fokhagymát ültetünk, akkor ugye csak a külső körből származó gerezdek azok, amiket érdemes elültetnünk, a belsőket nem. Ha elültetjük ezt a fokhagymát, természetesen a következő évben be is takaríthatjuk, egyben hasznot is húzhatunk abból, azokban a növényekből, akiket társaságként beültetünk. Hát ültethetnénk még vöröshagymát is bele, tehát van snidling, van póréhagyma, van fokhagyma, és egyébként bármilyen más hagymás növényt is beültethetünk, hogyha valaki tavasszal megnézi az én fáimat, akkor látni fogja, hogy például én nagyon sok nárciszt ültetek el a fák köré. Szép is, és természetesen ugye hasznos is. A következő növény, akit hoztam, ő is egy nagyon sokféle funkcióval, mindenki által egyébként ismert növényről beszélünk. Ő a körömvirág. Körömvirág is egy ilyen nagyon jó társnövény a fákhoz. Tudnélik, ő neki van egy olyan, nagyon sok pozitív hatása van, tehát ő is nagyon sokféle tápelemet akkumulál, de ami miatt a legfontosabb az az, hogy ő magához vonzza a levéltetveket. Tehát ő lesz az, aki kisajátítja ezeket a jószágokat. Keresnék még egy kis cicka farkat. Nem csak ide társaságnak, hanem a saját kertünkben is. Egy nagyon hasznos valakiről beszélünk. Ugye itt lehet látni cicka farknak a leveleit, és ez itt egy ilyen nagyon jó társaság, mert egyszerre ezzel a gyeptéglával több növényt sikerült kivennem. Tehát itt látunk benne például fehérherét is, és még látunk benne egyébként egy ilyen kis gyermekláncfű kezdeményezést is. Kezdjük a cickafarkkal. Tehát a cickafark az azért egy nagyon jó társnövény, itt is és a kertünkben is, mert ugye azt mondtam, hogy a körömvirág magára vonzza a levéltetveket, ugyanezt csinálja a cickafark. A cickafark az egy nagyon korán virágzó növény, egyébként ők ketten az élharcosai a levéltetvek vonzásának a fekete bodzával. Tehát ha még a közelünkben van egy fekete bodza is, plusz cickafarkot ültetünk a kertünkbe, ugye korán fog virítani, a fekete bodza korán hajt egy hajtást, és ha megnézzük koratavasszal, akkor ezek a hajtásvégek
ezek teli vannak koromfekete, ugye, levéltetű lárvákkal. És ennek az a lényege, hogy ez a két növény az tulajdonképpen, aki megneveli, felneveli a katicabogár lárvákat arra az időre, mire ugye szükség lesz a bevetésükre a más növények esetében. Ugye ebben a kolóniában itt van még a lóhere, benne hát ez lehet vörös vagy fehér here, ő pedig hát mindenki tudja, hogy egy nitrogéngyűjtő növény. A következő kompánia azoknak a növényeknek kell lenni, akik nitrogént gyűjtenek a többiek számára. Tehát ők a levegőnek a nitrogénjét, ugye az ő kis rizóbium baktériumaival fogják intézni, és akkor itt van még ugyanebben a sorba tartozó fehér here is, itten mutatom, van még ebben itt egy kis gyíkfő is, meg sok mindenki más, ő is itt a nitrogén kötés miatt fog szerepelni. Következő növényünk a csalán, a magas csalán. Hogyha ültettünk olyan növényeket, amik nitrogént fixálnak a levegőből, megkötik, akkor olyan növényt is kell ültetnünk, aki raktározza. És ez a csalán. Nagyon sok kertész, egyébként mindenki tudja, aki ezt a módszert alkalmazza, meglehetősen eredményesen használja a csalánlevet a kertjébe. Tehát áztatgatjuk, erjezgetjük, használjuk a talajnak a tápanyaggazdagítására, de levéltápként is, védelemként is használjuk a kierjesztett levét. Én ezzel mindig mosolygok, mert amikor a kertünkben meg találunk egy csalánt, akkor meg ezt igyekezzük kihúzni és eltávolítani. Pedig az a csalán így magába ugyanolyan jó szolgálatot tesz a fa mellett, mint hogyha én a fát állandóan ennek a levével permetezgetném. Tehát igen, nyugodtan csak hagyjuk a kertünkbe a csalánt, ne húzzuk ki, és ne dolgozzunk azzal, hogy büdös leveket erjesztünk és egyebek, hanem inkább tűrjük a csalánt. A következőkbe olyan növényeket szeretnék még beültetni, amelyek, ugye már voltak olyanok, akik itt taszítják azokat, akiket nem szívesen látunk itt, vagy éppen magukhoz csalogatják. Szóval van egy csomó olyan növény, ami arra szolgál, hogy azokat a szervezeteket, tehát például gyümölcsfáról beszélünk, elsősorban azokat a beporzó szervezeteket, akiket mi itt szeretnénk látni, azokat ide csalogassa. Most olyan növényeket fogunk elültetni, akik ezt teszik. Tehát itt van például ez az örvös zsája. Ez az örvös zsája. Még lehet látni, hogy miért örvös zsája. Másrészt pedig hát ez egy nagyon jó mély csalogató. Ugyanezt a célt szolgálja a fehér árva csalán. Ezt egész évben virágzásra tudjuk bírni, tehát amikor kivirított és elvirágzott, akkor hogyha visszavágjuk, akkor újrahajt, és még ilyenkor késő ősszel is nagyon szépen virít. Ültethetünk ilyen rovar vonzó növényeket. Hát azt én most nem ígérem, hogy ez a szegény paszternák, ez megéli itt majd a jövő évet. A paszternák az egy két éves növény, ez vad paszternák, megvan a kertünkben minden továbbiak nélkül. Egy nagyon intenzív, nagyon finom ízű gyökere van, tehát ezt is nyugodtan használhatjuk. Nem olyan nagy, de ízre legalább olyan intenzív lesz, mint hogyha azt a rendes termesztetet raknánk a levesünkbe. És itt ugye első évben ő csak ezt a gyökeret hozza, amivel mi táplálkozunk. Viszont a második évben virít. És meglehetősen tartós, szinte az egész nyári szezonban virító növény, aminek a virágja, ez egy jó nagy ernyős virág, és a virágja csalogatja a ragadozó rovarokat. Tehát őt sose hagyjuk ki egy gyümölcsösből. És akkor még, hogyha ilyen rovar csalogató növényről beszélünk, akkor ne felejtsük ki a kaprot sem. Hát hoztam egy ilyen szárított kaprot. Itt vannak még benne a kapormagok. Itt az acskóban maradt egy kis póréhagyma mag is. Ezt is elküldjük. És a szél irányába kéne álljunk, és akkor kiveregetjük ezeket a magokat, aztán
megy, ahova megy. Ezt is ide eldobjuk, jó lesz mulcsnak. Azt mondja, még három növényt szeretnék elültetni. Az egyik, ezen biztos meglepődnek, ez a gyermekláncfű. Rossz gyom hírébe áll, de hát ez teljes mértékben érdemtelen. Ő egy kiváló talajjavító növény. Tehát különösen akkor, amikor itt ugye elindultunk egy erősen kötött talaj esetében, akkor fontos olyan növényeket ültetni, amik a talaj lazításában szerepet játszanak. Ugye neki ez a lefelé menő karó gyökere az, ami a talajt olyan módon is lazítja, hogy amikor ez a gyökér majd elhal, akkor természetesen ő egy olyan pórust képez a talajba, ami a talajt egyrészt levegőzteti, másrészt segíti a vízellátását. Ugye a maga a növény az ehető, tehát frissen salátának ehetjük, viszont ő is egy nagyon fontos akkumulátor, legalább olyan fontos akkumulátor, mint a fekete nadájtő. Tehát ne haragudjunk erre a növényre, ez nem az ellenségünk, egyébként senki sem az ellenségünk a természetben, mindenki a barátunk, csak mi nem tudunk róla, de ha megtudjuk, akkor bizony megelégedésünkre fog szolgálni ez a barátság. És ugyanebbe a sorba még hoztam egy kis úti füvet, úti lapú, ahogy ismerik az emberek. Tehát neki is a gyökérzete az egy talaj. Amit egyébként lehet is látni, hogy egy ilyen jó kötött agyagos talajból lett szépen kiválasztva, de hogyha megnézzük, hogy tényleg milyen körülmények között is képes kötött talajokban élni, akkor rá fogunk jönni, hogy hát bizony szintén egy talajgyógyító növény. Jó, és akkor most már tényleg az utolsó, akit ebbe a társaságba beillesztünk, az egy eper. Hát most mondhatnám azt, hogy ezt azért is illesszük be, hogy enni is tudjunk majd valamit ebből a társaságból. Persze van benne más is, akit már beleraktunk. Ő neki a szerepe az, hogy ő egy talajborító növény. Tehát közvetlenül a talaj felszínén szétterül, ugye elterjed, és a talajnak egy állandó borítottságot ad. Ha epret ültetünk, mindig ügyeljünk arra, hogy az epret nem lehet mélyebbre ültetni, sem magasabbra, mint pont itt a tőnek a vonala. És hát látjuk, hogy nem vagdaltam le róla ezeket a indákat, mert ugye ez egy indás növény, így szaporodik, és hát azt szeretnénk, hogy itt ezt a környéket, majd ezt a felszínt betakarja. És most már csak egyetlen feladat maradt hátra ezeket a növényeket az eper kivételével, úgyhogy lészes Tomi, úgy ültessed az epret, hogy az epret nem mulcsoljuk majd, de viszont az összes többi között ki fogjuk mulcsolni. Elkészültünk a mulccsal, és elkészültünk a társaság kialakításával. Nagyon fontos, hogy a fa tövét soha nem mulcsoljuk le. Tőtől körülbelül egy 20 centi távolságot mindig tartsunk be. Ahogy említettem, minden fának más és más társaság jár, és a következő részben azzal fogunk foglalkozni, hogy milyen fának milyen stratégiája van, hogyan szaporodik, hogyan ültessük őt el, milyen helyre ültessük, és természetesen kinek milyen társaság jár. Remélem, a fának az egészségét szolgáltuk. Thank you.